lesznek mind ma is, akik így gyakorolják, és mi gyerekek voltunk, és az egyik alkalommal nagyon hosszú nap után nyár volt, aratás, testvéreink a munkából hazaérkeztek, és azért elmentek az imaházba, gyülekezetbe, az imaórára, mert azért csak vágytak a testvérek, hogy együtt legyen. És aztán az imádkozás után, amikor kezdődött az éneklés, az egyik testvérnek a feje úgy elmaradt. És a feleség a másik oldalról látta, hogy a férje elaludt. Hát ugye sokat dolgozott, fáradt volt, hosszú nap után volt, és intett a mellette levőnek, a férje mellett, aki ült, aki ugye nem aludt el, nem szunnyadt el, intett, hogy szóljál már a férjemnek, Pista, hogy keljen fel. Azt mondja, költse fel, aki elaltatta. Hát elaltassuk már egymás testvérén, hogy ébredjünk fel, támadj fel a halálból, aki alszol, és felragyunk neked a Krisztus. Testvér, amikor imádkozunk, amikor valaki imádkozik, lélekben vele kell érezni, együtt kell érezni, és jó, hogyha figyeljük az imádságot, lelkünkben, szellemünkben, mi is egyetértünk, és egy akaratra kérjük az Istentől, hogy adja meg azt, amit a testvérek kérnek. Hát úgy imádkozunk, hogy elaludjunk az imádságot. Remélem.